Dibusz Dénes oroszlán részt vállalt a magyar labdarúgó válogatott EB-re jutásából, valamint férfi labdarúgó csapatunk hazai és nemzetközi szerepléséből, így sok ideje nincs a pihenésre. A pályán vállalt főszerepe mellett azonban nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy kapitányunk férj és családapa, és rengeteg időt tölt családja nélkül egy-egy túra alkalmával. Hát nagyon bízom benne, hogy ezeket a kisebb sérüléseket, kisebb-nagyobb sérüléseket itt az elmúlt időszakban most már magam mögött tudom. Úgy éreztem, hogy az elmúlt napokban már szerencsére úgy tudtam edzeni, hogy nem volt sehol fájdalmam, úgyhogy remélhetőleg tényleg itt az elkövetkezendő hetekben most már semmi sem fog hátráltatni, és szépen fogjuk zárni ezt az évet. Ugye kisfiamon látszik ilyenkor a legjobban gyakorlatilag az, hogy mennyire hiányoztam neki, és tényleg így percekig el se enged ilyenkor, úgyhogy nyilván ez mindig egy nagyon jó érzés ilyenkor hazatérni, ugye a kislányomat is két hét után vagy másfél hét után kellett otthon hagyni, úgyhogy nyilván ez egy nehéz időszak mindig. Most azért ez hatványozottan igaz volt, hiszen egy újszülött baba volt otthon, de szerencsére azért a feleségemmel már gyakorlottak vagyunk ebben a kérdésben, úgyhogy átvészeltük azt a hetet, tényleg azt a két napot pedig, amit velük tudtam tölteni, azt igyekeztük a legjobban kihasználni. Mert nyilván ilyenkor már ugye ezek az emlékek egy kicsit feledésbe merülnek, főleg az, hogy milyen volt akkor, amikor még nem volt családom, hiszen tényleg az még ugye jó néhány évvel ezelőtt volt, és azért akkoriban, hát főként csak sajnos a nyári selejtezőkre korlátozódott a nemzetközi szereplésünk, de ugye itt az elmúlt öt évben már ősszel és ugye tavaly évben, vagyis hát ugye az idei évben, de a tavalyi szezonban a tavaszi folytatás is összejött, úgyhogy tényleg sokszor kellett elutaznom otthonról, és nyilvánvalóan azért ez mindig nehézséget okoz lelkileg, viszont ugye ezeket a napokat próbálom a legjobban kihasználni, hiszen ilyenkor azért nyugodtan tudok aludni, ki tudom magamat pihenni, és mindig azt szoktam mondani, hogy ilyenkor próbálok egy kicsit az alvásban pótolni, illetve előre is aludni itt a következő napokra, úgyhogy a negatív dolgok mellett azért van ennek egy pozitív oldala is, tényleg, hogy ilyenkor az ember sokkal nyugodtabban, és tényleg csak a feladatára, a focira összpontosítva tud készülni ezekre a találkozókra. Most már itt a technika lehetővé teszi azt, hogy gyakorlatilag bármikor lássam őket, tudjunk beszélni, úgyhogy nincsen semmi olyan különös tárgy, amit magammal hozok, mondjuk kisfiam az néha ellát egy nem tudom, kavicssal, vagy falevéllel, vagy éppen amit ő rajzolt, vagy készített, úgyhogy olyanok vannak, amiket akkor mondja, hogy akkor hozzam el magammal a meccsre és elhozom, de ilyen állandó kabala vagy babona ilyen szempontból nincsen. A meccsdömping és az utazások között azt is megtudjuk, hogy telik Dibusz Déneséknél egy átlagos nap. Általában mérkőzések után egyből repülünk haza, tehát éjszaka, hajnalban érünk haza. Én a mérkőzés után amúgy sem nagyon tudok aludni, tehát hogyha most adott esetben csak egy bajnoki mérkőzés van, és mondjuk otthon játszunk, akkor is hát ilyen 4 óra előtt nem nagyon tudok elaludni, szóval nagyjából addigra érek haza, mint amikor már ténylegesen el is tudok aludni. Hát reggel elviszem kisfiamat óviba, neki 8:30-re kell beérnie, és ugye általában ilyenkor a mérkőzés utáni napon délelőtt szokott lenni a regeneráló edzés, illetve akik kevesebbet játszottak, nekik a normál edzésük, úgyhogy gyakorlatilag az óvi után a Népligetbe megyek, és ami feladat van, azt elvégzem. Ezek után nyilván, hogyha bármi olyan teendő van, akkor azt be tudom iktatni edzés után a programba, és se 3:30-4 magasságába pedig a Bencét hozom el az óviból, és megyünk haza. Az otthoni programot inkább ugye a feleségem szabja meg. Néhány naponta ugye van egy bevásárlás a programban, de nyilván a Bencét is ugye visszük ide-oda. Most heti rendszerességgel jár falat mászni, elkezdett teniszezni,
kicsit ismerkedik más sportokkal is, hogy nehogy véletlenül azt érezze, hogy a foci erőltetve van nála, mert nincs is. Úgyhogy tényleg azért így eléggé eseménydúsak azért a családi körben az ember mindig sokkal jobban tud regenerálódni és fel tud töltődni, mert tényleg akkor azért a pályán történteket azt teljesen az ajtón kívül tudja hagyni az ember, úgyhogy ez nekem is egy nagy segítség, hogy van egy ilyen kis szigete az életemnek gyakorlatilag, ahol tényleg a munkából ki tudok szakadni.